Szent Annai Sámuel Református Technikum, Gimnázium és Kollégiumban Gyökeres Sándor igazgatót arról kérdeztük, hogyan tudnak a digitális oktatásban foglalkozni a tanítványokkal, van-e gyakorlati oktatás. Nehéz feladat elé állította az iskolát a vírushelyzet, de a Moodle keretrendszer bevezetésével és egyéb online megbeszélési lehetőségekkel biztosított az oktatás. Nagyon sok nehéz feladat elé állítják, de nem csak minket, valamennyi középiskolát ezek a mostani vírusos vagy vírusfertőzés veszélyes időszakok. Mi is alapvetően a digitális oktatásra támaszkodunk, ezt egységesítettük a Moodle keretrendszer bevezetésével, de természetesen ezt is kiegészítjük a Skype, Zoom, stb. Egyéb olyan online megbeszélési lehetőségekkel, ami biztosítja azt, hogy a tanulóinkat közvetlenül is elérjük. Külön nehezíti, hogy közelednek az érettségi vizsgák és a vizsgafelkészítések, illetve a szakmai vizsgák is előttünk állnak, aminek még a részleteit nem ismerjük, de úgy gondolom, hogy nagyon sok megoldandó feladatunk van. Az érettségi és szakmai vizsgákra a felkészítések jelen pillanatban személyes találkozásokkal nem mehetnek. Ez is online formában zajlik. Jelen pillanatban ilyen találkozást, személyes találkozásokat nem szervezünk, tehát jelen pillanatban is ilyen, tehát online formákat alkalmazunk, és a kérdésekre ott kapnak válaszokat, feladatokat, és szerencsére ez a Moodle keretrendszer azért annak, aki tanulni szeretne, annak azért biztosítani tudja azt a változatos oktatási formát, ami a fölkészülés segíti. A gyakorlatok elméleti részét digitális formákban közvetítik, de a begyakorlásra valóban csak a jelenléti oktatásban lesz igazi lehetőség. Látnunk kellene azt, hogy a digitális oktatásból mikor tud az iskola a jelenléti oktatás felé nyitni. Jelen pillanatban az elméletigényes gyakorlatokat, azoknak az elméleti tartalmát, azt a digitális formákban közvetítjük, de a begyakorlásra valóban csak a jelenléti oktatásban lesz igazi lehetőség. Az iskolában a háttérmunkák ugyanúgy zajlanak, mennek a középiskolai jelentkezések, a felvételi jegyzék közzététele. Vannak érdeklődő szülők, olyan megbeszélések, amelyek a vizsgaszervezéssel, iskolai dokumentumok átdolgozásával kapcsolatosak, és a versenyek is. Természetesen minden feladat megmaradt, hiszen azért mennek a középiskolai jelentkezések, felvételi jegyzékeknek a közzététele, vannak érdeklődő szülők, vannak olyan megbeszéléseink, amelyek a vizsgaszervezéssel, iskolai dokumentumok átdolgozásával kapcsolatos feladatokat foglalnak össze, és azt gondolom, hogy nagyon sok olyan feladat van még, amire nem is gondolunk, de meg kell őket oldani, meg hát vannak versenyek, és azokon a versenyeken is az adott keretek között természetesen nehezebb és kicsit összetettebb vagy bonyolultabb körülmények között, de azért részt vesznek az iskoláink, vagyis iskolánk is, és hát persze a többi is. A felvételi eredmények még nem véglegesek, de láthatóan van érdeklődés az iskola iránt. Úgy gondolom, hogy az iskolánk a tavalyi felvételi eredményekhez hasonló felvételi eredményeket fog hozni, ennyit már sejtünk vagy látunk. Természetesen a pontos eredményeket a végleges felvételi jegyzék megérkezése után, április 20 után fogjuk megismerni. De olyan felvételi eredményt várok, vagy beiskoládási eredményt, mint az elmúlt évben, ami kialakult. Az érettségizőknek a továbbtanulásban digitális formában segítenek külön fórumokon. Itt is most a digitális formákra kell hagyatkoznunk. Nekik vannak külön fórumaik, és foglalkoznak velük külön azok a fölkészítő tanárok, akik ebben a munkában segíteni tudnak, és erre elsősorban ezt a digitális platformot, tehát a már említett rendszert külön kurzusokban használjuk, amiket direkt erre a felkészítésre készítettünk. Az, hogy hónapok óta nem találkoznak személyesen a diákok a pedagógusokkal, megvisel mindenkit. Nem túl örömteli dolog, de ez a mostani állapot, ez biztos, hogy megvisel mindenkit, tehát tanárokat, diákokat egyaránt. Biztos, hogy hiányzik a személyes találkozás, és ezt nagyon is érezni lehet abban a beszélgetésekben, amik ebben a formában, amit most lehetővé tesz a környezet, ebben a formában hozunk. Ez egyértelműen már most mindenkinek sok.
tehát megviseli, nem úgy, nem olyan szívesen ül már le a számítógép mellé, nem olyan szívesen dolgozik ebben a formában, mint amikor személyes kapcsolatban közvetlenül első kézből kapja az információkat, és hát közvetlen kapcsolatban tud segítséget kérni, vagy akár valamilyen munkát végezni a tanár-diák, vagy a diákok is egymással. Ez nagyon hiányzik már, de hát ez sajnos nem tőlünk függ. Így mindannyian várják a jelenléti oktatás újraindulását.